Kedves nézőink, Önök az Erdélyi Magyar Televízió újszerű műsorán jelentkezik. Műsorát. 1990-ben az akkori döntéshozók azt tűzték ki célul, hogy mind a közszolgálati televíziónak, mind a közszolgálati rádiónak egésznapos 24 órás magyar nyelvű műsora legyen. Mosolygós szép jó reggelt kívánok Önöknek itt a Kolozsvári Rádió. Ez a rádióknál sikerült, ugye Marosvásárhelyen és Kolozsváron 24 órában magyarul anyanyelvünkön sugároz a Marosvásárhelyi Rádió, illetve a Kolozsvári Rádió. A televízióknál azonban nem lehet ilyen jó hírekről beszélni. A közszolgálati televízió szinte eldugja a magyar adásokat, kis túlzással mondom, hogy eldugja a magyar adásokat, különböző csatornákon lehet ezeket a műsorokat megnézni, és olyan időpontban, amikor az ember nem igazán televíziózik. Na most az erdélyi televízió, az erdélyi magyar televízió, az Erdély TV, az gyakorlatilag ezt az űrt próbálja meg betölteni, és ezt nagyon jól csinálja. Egy olyan közszolgálati tartalmat nyújt, amire nem sok magán televízió képes. Élvezetes műsorokkal, nézhető műsorokkal, olyan információkkal, amik gyakran máshol nem találunk meg, és teszi ezt most már 15 éve, ami egy nagyon szép szám. Ugye annak idején Hoffi Géza azt mondta, hogy kicsi pénz, kicsi foci. Na most az Erdély TV-nél nagyon jól tudom, hogy kicsi pénzből gazdálkodnak, azonban semmiképpen sem lehet azt mondani, hogy kicsi foci. Olyan minőségi, közszolgálati szintű tartalmakat lehet nap mint nap látni, amit nagyon jól tudom, hogy az ott dolgozóknak a lelkesedése, az ott dolgozóknak a hozzáállása és a szakmai tudása nélkül nem lehetne megcsinálni. Gratulálok, Isten éltessen Erdélyi Televízió, Erdély TV, és sok-sok nézőt kívánok neked!